Rakják a téglát, már épülnek a házi orvosi rendelő falai. Az ingatlan felújítására mintegy 100 millió forintot nyert az önkormányzat, így egy teljesen korszerű rendelőben várják majd betegeiket a házi orvosok. Azért tudtunk nekifogni a munkálatoknak, mert egyrészt hál' Istennek megnyertük a pályázatot. Már meg is érkezett az a 100 millió forint, amely biztosítja a pénzügyi forrását ennek a rendelő felújításnak. Ugyanakkor az önkormányzat nagyon várta már ennek a pénznek a megérkezését, illetve a pályázatnak a pozitív döntését. Éppen ezért azt megelőzően a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. Tehát amikor megítélték a támogatást és megérkezett az összeg, már mi tudtuk, hogy ki fogja végezni a beruházást, és haladéktalanul hozzá tudtunk kezdeni, és hát ahogy láthatják önök is, illetve a tévénézők is, jól haladnak a munkálatok, és határidőre egészen biztos be fog fejeződni a felújítás. Természetesen ez egy komplex fejlesztés, ez azt jelenti, hogy az épületnek a külső és belső felújítása teljesen megtörténik. A legfontosabb változás az, hogy a korábbi három rendelő helyett minden házi orvosnak, tehát az itt dolgozó öt berettyőfalui házi orvosnak mindenkinek önálló külön rendelője lesz. Mivel egyébként a belső fejlesztésben ugye a fűtési rendszernek a korszerűsítése is megtörténik, a korábban kihasználatlan nagy kazánház helyett egy kicsi gázkazán lesz, ezért azokat a területeket is jobban fel tudjuk használni. Ez azt jelenti, hogy a közösségi, illetve a váró terem az sokkal kényelmesebb, szellősebb, nagyobb lesz, és a hőközpontnak a helyén pedig szociális blokk, vendég, illetve személyzeti vécé kerül kialakításra. Ezen kívül az épületnek a teljes külső és belső megújítása is megtörténik, tehát a burkolatok, a falak, a külső szigetelés, valamennyi nyílászáró energiatakarékos lesz, a tetőszigetelése is meg fog történni, tehát látványában is meg fog újulni, de legfontosabb az, hogy a funkcionalitásában és használatában egy sokkal gazdaságosabb, jól kihasználható és takarékosan üzemeltethető épületet fogunk átadni a lakosságnak. Az átadás az a szerződés szerint október hónapban van, de a jelenlegi ütemek szerint, illetve a kivitelezővel történi folyamatos, illetve a műszaki ellenőrzéssel folyamatos kapcsolattartás miatt láthatjuk, hogy az időjárás kedvez a beruházásnak, nagyon komoly erők dolgoznak, tehát hogy lehet, hogy még korábban ígéretet azért nem merek tenni, mert még bármi előfordulhat, de egészen biztos, hogy határidőre, tehát őszre, októberben vissza fognak tudni költözni a háziorvosok, és újra birtokba tudják venni a betegek a háziorvosi rendelőt. A kivitelező elmondása szerint a meglehetősen rossz állapotban lévő épület teljesen megújul, és szeptember végéig az átadásra is sor kerülhet. Az intézeten a bontási munkálatokkal kezdtünk, elég rossz állapotban volt az épület, találkoztunk olyan dolgokkal, amire nem számítottunk, ezért egy kicsit át kellett módosítanunk a kivitelezést. Kapott egy teljesen új betonszerkezetet az alaptest. Ezeken túl vagyunk, elkészültek az új betonozások, válaszfalak készülnek már ütemezésben. Nagyon bízunk benne, hogy a héten elkezdődik a villanyszerelés, nyílászárókat kapja az épület. Próbáljuk tartani az átadást, ez ilyen szeptember vége, de ahogy haladunk, én azt gondolom, hogy augusztusba is beleférhet, de a szeptemberi átadás ez meg lesz. Az épület meg fog újulni, gyakorlatilag csak a szerkezeti részek maradnak meg, teljesen új gépészeti berendezésekkel lesz ellátva, hőszigetelést kap, új nyílászárót kap, a vízrendszer lesz új, a villamosrendszer lesz új, a mai kornak megfelelően lesz kialakítva, parkoló rész megváltozik, itt, ami mögöttem van. Itt most meglévőben volt 8 parkoló, ez fel lesz bővítve 12 parkolóra, parkosítással lesz, bejáratokkal, egy biztonságosabb megközelítése is lesz a rendelőintézetnek. A településfejlesztési operatív program keretein belül 300 millió forintot nyert az önkormányzat az óvodák felújítására, így ezek az épületek is megújulnak. Topos pályázat keretében valóban 300 millió forintot nyert Berettyőfalváros önkormányzat az óvodák felújítására. Ebben értelemszerűen a korábban felújításon át nem esett intézmények kerülnek sorra. Ennek a legnagyobb szelete a Székhely óvoda, a Radnóti utcán levő óvodának a teljes újjáépítése. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen új épületet
fogunk ott a régi helyén felépíteni. Emellett két óvodának egy kisebb energetika felújítása fog megtörténni, az egyik az Eszterlánc, a régi Vasjenő úti óvoda, a másik pedig a Széchenyi utcán levő óvodának a felújítása. Ebben az esetben energetikai felújítás, tehát szigetelés, nyílászárócsere, tetőszigetelés fog megtörténni. Ezzel sokkal gazdaságosabban üzemeltethető, és természetesen az ott munkát végzők, illetve az oda járó gyermekeknek a biztonsága, a komfort érzete fog nőni. Ezekben a pályázatokban már a közbeszerzés lefolytatódott, tehát megvan a kivitelező, és a terveink szerint még a nyári időszakban, tehát az őszi nevelési év kezdetére a két kisebb, tehát az Eszterlánc, illetve a Széchenyi tagóvodának a felújítása meg fog történni. A Radnóti úti, tehát a Székely óvodának a felújítása, vagy újjáépítése, az hosszabb folyamatot vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy ott szeptembertől kezdődik el a munka, tehát az oda járó gyermekek a nevelési évet a régi kórházi bölcsőde épületében fogják megkezdeni. Az egy hosszas jogi procedúra után visszakerült az önkormányzatnak a használatába, a tulajdonába eddig is ott volt, és annak a épületnek a rendbetételével alkalmassá tudjuk tenni, hogy a következő 2017-2018-as nevelési évet az odajáró gyerekek jó, komfortos, biztonságos körülmények között tudják ott végigvinni ezt az évet. Kerítést fogunk ott csinálni, a játszótéri eszközöket fogunk oda telepíteni, maga az épület egyébként alkalmas arra, tehát biztosak vagyunk benne, hogy mind a külső, mind a belső feltételek adottak lesznek. Ma két kisebb óvodának a felújítása még ezen a nyáron megtörténik, tehát már ők ugyanabban az épületben tudják elkezdeni augusztus végén a nevelési évet, a Radnóti óvodának pedig a felújításának a végső határideje 2018. június 30. Tehát a következő év, szeretnénk, hogyha ott is jól alakulnak a dolgok, hogy az onnan elballagó ovisok már az új épületből tudjanak elballagni. Mindenképpen megpróbáljuk úgy gyorsítani a beruházást, hogy ők is vissza tudjanak költözni, és onnan tudjanak elballagni. Semmi nem veszélyeztető, hogy a következő szezontól már ott kezdjék a munkát. Hál' Istennek nagyon jól szerepelt Berettyő falu a területi operatív program pályázatain. Ez azt jelenti, hogy valamennyi olyan pályázatunk, amely benyújtásra került, módosítás és műszaki tartalom, illetve pénzforrás elvonása nélkül meg fog tudni valósulni. Jelenleg ugye ezek voltak a legsürgősebb feladataink, amit elkezdjünk. Vannak olyan pályázatok, ahol még kiviteli terveket kell készíteni, ami alapján a közbeszerzés eljárást el lehet indítani, de nincs semmi akadály annak, hogy ahogy ezek lezárulnak, a közbeszerzési eljárást kiírjuk, és el fognak kezdődni. Gondolok itt a kerékpárút építésre, amelyben 340 millió forintot nyertünk, a turisztikai pályázatban, az egyik pályázaton 300 millió forintból megújul a sinagóga, a másikból 214 millió forintból a múzeum épülete, azon belül konzorciumban ugye a Bakonszegi Besenyei emlékház, illetve a Zsákai Rédei kastély újul meg, de természetesen írjuk ki a közbeszerzést. Ipari park pályázatra még várunk döntést ugye a polgármester hivatal épületének a felújítására, ott még ez nem történt meg, az egy 150 millió forintos, és van az egyik legnagyobb pályázatunk, ugye ez a Zöldváros, ez a Városközpont rehabilitációnak a harmadik üteme, amelynek a keretén belül ugye a sportcsarnoknak a teljes felújítása fog megtörténni, a sportcsarnok környéki utaknak a rendbetétele, ott az infrastruktúrának a megvalósítása, és a város központjában lévő valamennyi zöld felületnek, zöld parknak a megújítása. Ez egy nagyon hangsúlyos elem, és reményeink szerint innentől kezdve valóban Berettyő fel a parkok és a zöld felületeknek a városa lesz. A tenderek benyújtásánál fontos szempont volt az is, hogy a város gazdasági növekedését, illetve a foglalkoztatás bővülését elősegítsék.